aki ezt negativitásnak éli meg ott, az az ember még mindig nincs tisztában a dolgokkal, hogy miről szól a Forma 1 valójában. Meg az életben hogy működnek a dolgok. Szerintem ennek egyáltalán nincs sem, egyáltalán semmi gond nincs azzal, hogy ja, hang, most már van hang, köszi. Nincs ezzel gond, hogyha reálisan kezeljük a dolgokat. I want you to focus on managing your ERS. It's really important for our overall race pace, and so a reminder that you've got modes to milyen play with in your MFD. Erre a nagy díjra. Karosszéria fejlesztést? Vagy kell, én már nem is emlékszem. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Egész jó az autó. Az igen. Ez mi volt? Odébb rakott a tábla megint. Ha. Na hát, mik vannak? Sokszor már olyan érzésem van, hogy akik velem együtt nézik a Forma 1-et, azok már nélkül nem is nézik a Forma 1-et. Ha nem lenne fel kibeszélve, nem is nézzék. Akik meg korábban F1 kibeszélőkön itt voltak, ők és már nincsenek itt, ők azért nincsenek már itt, mert ők, nekik nem tetszik az, hogy én folyamatosan fölpofozom őket abból az álomvilágból, amiben a sok idióta szakértő, álszakértő elringatja, beleringatja őket.
Nekik ez jó. Nekik jó, hogy van álomvilág. Nekik jó, hogy fölépíthetnek egy álomvilágot maguk köré, és akkor abból elringathatják magukat, hogy ez egy micsoda, egy itt minden azért van, hogy milyen jó legyen, de hát azért néha ők is azért úgy tisztában vannak, meg azért úgyis mellette is azért úgy amúgy is háborognak olykor emiatt, meg amiatt, de valahogy ők tudatosan nem akarnak fölébredni. Ők csak így, nekik jó ez így, ahogy van, az kész. Ennyi. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Akik meg egyikbe se tartoznak, azokat meg még nem fejtettem meg. Csak számomra ez annyira felfoghatatlan tényleg, hogy sokan abból élnek meg, bazd meg, hogy hatalmas elhajtást tudnak generálni ezekkel a valótlan dolgokkal, ezekkel az álomvilággal. Hihetetlen. Ez mi ez? Ez kábítószer. Ugyanúgy. Ugyanaz a szint. Be vannak kábítva az emberek. Ez... Miért jó kábítószerezni? Mi változik tőle? Miért nem jó reálisan látni a dolgokat? Tisztán, ami van. Szerintem, ha majd jönnek az ilyen késői, meg nagyon korai F1-ek, F1-es nagyjak, én föl se kelek. Biztos. És annyira nem éri már meg tényleg, annyira körbe röhög, képetbe röhögnek. Az annyira nem európai embereknek lett számba, itt este 11-kor kezdődik a verseny. Vagy reggel 6 órakor, 5 órakor, hát az mi? Az úgy van kitalálva, hogy ne nézd, bazd meg. Ez így jártál, kész. Aki meg tényleg őrületesen hatása alatt van a rengeteg kápszernek, meg nyilván föl kell. Amit én is nyomtam, persze, hogy ne. Egyértelműen. Csak hát már annyira feltűnően tolják, bazd meg, nyilvánosan ott odajönnek, és nyilvánosan, tehát még csak azt sem mondják, hogy gyere, húzódjunk már félre valahol, ahol be tudnak oltani. Nem, most már ott az orrod előtt oltják be egymást a kábítószerekkel. Őrület. És ezt már nagyon nehezen tudom én lenyelni. Már egy Alonso sem tud ezen segíteni. Pláne egy ilyen szar Aston Martinnal. De már lehet, hogy az se lenne. Az is mindegy lenne, hogy milyen autóba ülne. Ez az a Formegy, ahol Alonsónak semmi keresni valója nincs. Hát a maga Formegy is hogy kiröhögte itt Ausztráliában, amikor itt Russell-el szembe megcsinálta azt, amit. És megint a hatalmas szakértelemmel rendelkező Jóska gyerekek megint megszakértették. De hát a telemetria, hát ki nem szarja le azt a kibaszott telemetriát? Hol volt Russell Alonsótól? Ilyen hogyan történhet meg a Formegy, hogy konkrétan mérföldekre van az egyik pilóta másiktól, és ilyen lehetséges kontakt miatt, vagy mit tudom én, milyen hülyeség miatt kap az egyik büntetést. Úgy, hogy közben utána a Russell be is ismeri, hogy a kormányát nyomkodta. Neked látszódik is. Ahogy Alonso tudott lassítani, úgy Russell is tudott volna lassítani ugyanúgy. Igen, egyszerű. Amatőr dolog volt. Hatalmas amatőr dolog.
De ugye nyilván, ha meg nagyon reálisan nézzük, akkor a mai Forma 1-ben ezeket a megmozdulásokhoz senki nincs hozzászoktatva. Senki nincs hozzászokva. Mert a mai Forma 1 nem arról szól, hogy kerék a kerék elleni csaták, meg támadás felépítések. Arról szól az egész, hogy hogyan óvd a gumit, hogyan óvd a féket, hogyan óvd a motorodat. Hogy azt a három motorodat, ami egész azonra ki kell, hogy tartson. 24 versenyre. 24 verseny, három motorral. Körülbelül három. Néhány alkatrészből, ugye három, négy, valamelyikből kettő. Elképesztő. Energiatárolóból kettő lehet. Például. Ha jól emlékszem. Alonso remélem, hogy ne hamarabb visszavonul a francba. Magát röhögteti csak ki. Magát hozza kellemetlen helyzetbe, mert nem hagyják, hogy versenyezzen ő. És az az egészben a legdöbbenetesebb, hogy Verstappennek hagyják, hogy versenyezzen olyan keményen. Én nem bánom, hogy keményen versenyez, mert az is egy kurva nagy friska a Forma 1 felé, meg a nézők felé is. Hogy nem tűnik föl nektek hülyék, hogy nekem lehet, Alonsónak meg mondjuk nem lehet. Évek óta kibombáz mindenkit a féktávokon Verstappen. Mondjuk már azt se tudja csinálni, nyilván. Hát túl jó. És egyszer sem volt ezért szerintem megbüntetve még Verstappen. Mindenkit ugyanúgy kirakhatott a pályáról. Axel minimális röhelyes büntetéseket kapott. Hát szóba került Ákos, beszélgetünk róla. Hát muszáj beszélni róla. Hát szóba kerül, akkor meg szeretek is róla beszélni. Hát hányan be vannak oltva. Hát azt nézem, hogy hányan végig kábítószerezik az életüket. Azt nézegessem. Persze nyilván ezen embereknek a száma redukálódik. De nagyon kevesen járnak már ide úgy, hogy el vannak ámulva egy-két dologtól. Hát mindenki azért kicsit úgy helyre lett igazítva, hogy ez nem az a csatorna, ahol álomvilág van, ahol arra törekszem. Lehet, hogy az van, ugye ettől függetlenül félreértés nehézség, lehet, hogy az van. Lehet, hogy ez az álomvilág, amiről én azt gondolom, hogy nem az. Törekszem arra, és más helyeken meg pont, hogy az a valóság. Simán lehet. Benne van. Miért is ne? Így a fene tudja valójában. Tök mindegy, milyen tényeket lát az ember, tök mindegy, hogy milyen dolgokat látsz. Attól függetlenül az ellenkezője is simán megvalósulhat. Hát... Menjünk egy teletankos kört. Menjünk egy teletankos kört. De akkor inkább azt a következőn kéne tolni, nem? Most. Következő szabad edzésem. Hát így van, senki az jól mondja, igen. Igen. And that's it. Igen. Valami ilyesmi. Mint amikor együtt vagy egy olyan csajjal, aki kurvára nem viszonoz semmi, csak így néha. Tudod, csak úgy néha. Aki csak akkor szeret, amikor valami jó lesz neki abból, előrébb tud jutni. Jó. Toljuk meg. Jó kis 55 kilóval. Ránézünk. Ja, hát igen, Peti, ez meg a másik jelen. Szia, Janu. Székely Dávidnak hívják azt a fickót, Janu. M4 Sportnak az igazgatója.
Jól, köszönöm, Zsabex. Miért, Bizsi? Azt mondja, letettem arról, hogy becsajozzak. Bazeg. Azt te kurva. De laza. Jó tetted? Leépülőben van nálam nagyon a Forma 1, fogadatosan. A játék is ebbe partner, abban, hogy leépüljön Ákos, meg a valós Forma 1 is. Ahogy világbajnok lesz valaki ebben a szezonban, többet nem is lesz ebben kibeszélő már idéntől, az biztos. Valami ilyesmi. Na, számolom a napokat, mikor lesz vége a szezonnak szinte. Bár igazából csak annyi kellene, hogy nem lesz többet egy kibeszélő, azt viszont látással. Ez már az a baj, hogy egy hagyomány, egy mindig ilyenkor visz, feljönnek az emlékek. Egy közösségkovácsoló kibeszélő szokott ez lenni mindig. Egy jó buli. Igazából jó beszélgetés, ahol meg szoktuk vitatni a Forma 1-ben történő dolgokat. De ez most már annyira gagyi meg gáz, hogy már nincs hozzá gyomrom egyszerűen, már meguntam. Már nem tudom, hogy nézzem tényleg, hogy jó legyen az a Forma 1 nekem. Már próbáltam rengeteg féleképpen nézni. Így, meg úgy, meg őrin csavarni. Jaj, ez lesz a jó, meg az lesz a jó. Még Alonso-s pólót is berendeltem. Hú, de jó lesz az. Azóta föl se veszem, bazzeket mondom. Ja. Egyrészt nincs is értelme. Ugye, nyilván. Alonso-nak, hogy a francba szurkolj, hogy 11. helyén szurkoljak, vagy egy pontokért? Mi az? Az komolytalanság. Bohózkodás. Remek Arax. Nagy üzlet. Jogos amúgy, Bizsi, jogos. Persze. Hazán kell. Jól csinálod. Gratulálok hozzá, Gergő. Na, menjünk egy időmérős tempót, vagy kettőt. Belekukkantunk. Aztán toljunk egy időmérő edzést. Jónak tűnik az autó, jó érzés vezetni itt Ausztráliában megint ezt a szarkupacot. Jó. Fasza. Okay, just two laps of fuel remaining now.
talán nem mondok hülyeséget a következővel, de hogy próbálom azért úgy nézni a dolgokat, amikor, hogy mint amikor emlékeztek arra, hogy Rosberg és Hamilton Spanyolországban az első szektor végén, a nyújtott jobb, a hosszú nyújtott jobbos végén összeütköztek, mert Rosberg nem hagyott helyet Hamiltonnak. Emlékeztek erre? Ez hatalmas dráma volt, mind a kettő Mercedes kiesett. Igaz? És ott azért voltak abból problémák. És ha megvizsgáljuk jobban azt a helyzetet, ahogy ezt annól Niki Lauda is mondta, tette, és szólt is, elmondta ezt Hamiltonnak egyébként. Megkérdezte Hamiltontól, hogy fölhívta Hamiltonnak a figyelmét arra, hogy Rosberg autója villogott. Igaz? Igaz. És ha visszanézzük a felvételeket, tényleg villogott egyet Rosberg autója. Fölvillant a lámpája. Ami azt jelenti, hogy ilyen 150 lóerő környékén van az elektromos energia visszanyerő rendszernek a rásegítése, tehát hirtelen 150 lóerőt így eldob a kukába lényegében akkor a pilóta. Tehát akkor nem áll rendelkezésére az a plusz lóerő többlet. Hamiltonnál ez meg nem volt jelen. És megkérdezte Hamiltontól azt, hogy akkor miért nem ölőzted meg mondjuk kívülről? Mikor ezt láttad? És bőven tempófölényben volt, igaz? Mikor látta, hogy folyamatosan szorítja le Rosberg, akkor miért nem előzted meg kívülről? Hát és röhögve körbe autózta volna, igaz? Röhögve. Csak a Lauda, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy akkor ott Hamilton csak pislogott. Aztán lehet, hogy színezte az öreg egy picit. De ennyi volt az egész. Azért lehet így is hozzáállni egy-egy versenyhelyzethez. Tehát lehet, hogy mint ahogy például Austinban is, hogy Sainz amit csinált, hogy aláfordulott a mezőnynek, de mi a szarnak tette ezt? Igaz? Hamilton is mi a szarnak megy oda, ahova tereli Rosberg, mint kurva agresszión, pláne, hogy ott már volt egy gyönyörű előéletük. És simán körbeautózta volna francba. Csak hát ugye nyilván, persze, adrenalin, érzelmek. De hát pont, hogy ezt jól kell tudni kezelni. Okay, test complete, and that was a really good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Well done. Etra, most aztán sokat segítettél. Hát persze, Sanyi. Így van. Hát nem csak őt vették elő ezek szerint, tehát Lauda ott akkor beszélgetett Lajossal.
Ezt szépen lerendezték házon belül. Ez kurvára igaz volt, nem így volt? Ahogy Lauda mondta. Hibátlan. Hibátlan. Érdekes gondolat, Peti. Jól, Herred. Jól megy a szekér. Köszi. Olyannyira jól, hogy ennyire. Vissza is vonulunk a francba. Elmegyek, dobok egy fantát még gyors időmérő előtt, nehogy itt bajok legyenek. Azért bemegyünk az időmérőre. Today's practice session is anything to go by. We're in for an exceptional week. Bíztató. Egészen bíztató. Na. Német vagy mi van? Most jó volt, vagy nem volt jó? Német vagy mi van? Na gyerekek, egyszer úgy televágom az összes gázos lúvnyát. Buenos Aires bucsuka. Vagy bucsuka? Brucuka? Bocsi. Buenos Aires. Csikánót is akartam mondani. Lettél bucsuka. Uh-huh. Ja, ezt nem is lehet jó. Hát akkor gyűjtsünk. Indítsuk el. Hát el kéne, hogy Kínára megjöjjön. Igaz? Ez egy kisebb fejlesztés? Kisebb, ja. Súlyelosztás menjen. Milyen rossz az autónak? A bajsza. Nem, szóval, hogy gumikezelés? Na ez ma... nincs erre pont! Nem baj, nagy díj után szerintem még kaphatunk erre. Vagy? A aerodinamika? De nem, mert karosszériában vagyunk nagyon lent. Gumikezelés, az nagyon-nagyon béka segge. De kapnánk annyi pontot, hogy ezt el tudjuk indítani vajon? Ez itt a nagy kérdés. Mindegy, nagy díj után fejlesztünk, meglátjuk. Ha kapunk, akkor örülünk. Ha meg nem kapunk, akkor meg szomorúak vagyunk. Így van, menegatívak vagyunk. Jó. Oké. Időmérő. Én meg szaladok. Vissza is kell érni. Sietek nagyon. Hello everyone, it is time for qualifying, one of our very favorite stops on the calendar. It's Albert Park, and we're about to take the cars right up to the edge.
Hát gyerekek, azért ma is nagyon faszán fölment a hőmérséklet itt 28 fokra. Egész király. Ez igen. Kellemes. Magyar válogatottnak jó volt a cseh, grúz, döntetlen? Ja igen, tényleg tegnap már... tegnap láttam ezeket az esélylatolgató cikkeket. Hatalmas. Komment szekció gyönyörű. Köszönjük fiúk, hogy ismét számogathatunk. És a többi kurva nagy. Köszönjük fiúk. Hát én is csak ezt tudom mondani. Köszönjük fiúk, hogy újra számogathatunk. Köszönjük. Hát tényleg felejthetetlen ebbé. Köszönjük. A jó öreg matek. Megint előkerült. Éljen a matek. Az gyönyörű, Bisi. Trabantba? Hatan? Öt is sok. Így van, Etron, igen. Kurva anyádat, te majom! Hát bazd meg, ilyet nem igaz, hogy most ez komoly? A büdös gyökér. Muszáj volt menni, mondom, itt törünk, ilyenkor menni kell, hát ha beadja úgy, hogy pont félrehúzódik, vagy valami. Nem lehet itt már kerülgetni. Ha kerülsz, vége a körnek. Na szerencsé az, hogy még van időnk kettő gyors körre. Vagy még lehet, hogy háromra is. Kettővel kell számolni. Eddig amúgy tök szépen félre szoktak állni az ellenfelek. Na most valahogy nagyon nem sikerült nekik. Nem sikerült. Igaz? Igaz. To spend time repairing the damage to the car. Na gyerünk. I'm afraid we've dropped to P22.
been pushed down to P22. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Baszki, mi most minden körbeérünk. The fastest lap at the moment, 1:07. Kösz. Sokat segítettél. Kösz, Csoki! Sokat segítettél. Hát, ha így gyorsabban visszaérünk. És tényleg, baszki, mi a Istenem, másfél perc alatt körbeértünk, érted? 150-es tempóval. Fasza. Ez jó. Na, vagy egy perc sem volt? Lehet, hogy egy perc sem volt. Istenem. Az élet szép. Hát itt még a pole is meg lehet. A végén megint abba kell hagyni majd a fejlesztéseket, mert túl jók leszünk. Nem, ilyet nem csinálunk. Nyomjuk, ami a csövön kifér. Holnap meg... Mi van? Ja nem holnap. Holnap után lesz patch. Vajon mit fognak megint elkúrni? Ez itt a kérdés. Hát lehet, Gergő, igen, igen. Holnap, vasárnap lesz patch, harmad. Armand! Nem meccset, peccset! Forma is ez a peccset! Nem a válogatottnak a meccsét! Kurva életben is rontottam ezt nagyon, de nem baj, ez jó volt! Ja. Hát ez ennyi sajnos, de nem baj, nem baj! Ki holnap lesz? 9-kor, nem? Bármit este? Nem baj, jó volt ez. De ha megelőznek Armand, akkor le kell, hogy bannoljalak sajnos. Ez van. Ez a szabály. Mondjuk lehet, hogy még egy... Ja, már nem. Negyedik hely lesz ebből sajnos. Jó, nem baj. Inkább egy jó nevetés, mint egy szaros pole. Pole pozícióban nem szoktam jól rajtolni. Jól rajtolni. Kilettél röhögve és még bann is, igen. Jó hely ez, jó hát persze. Így van. Nagyon durva az ERS-ünk, elképesztően durva. Hú. Jó Isten, mi lesz 4-es szinten, meg 5-ös szinten? Egész kör alatt overték? Hát az lesz amúgy, jelenleg oda tartunk, komolyan. Viccen kívül. Viccen kívül. Ja, persze, Haki. Hogy de. Még vitte. Milyen kis naív vagy. Hát 274 ezred. Szép.
Szerintem jó a tempó, tudtunk volna menni itt egy pole pozíciós kört. Én úgy gondolom, hogy ez bennünk volt. De az se baj, hogy így alakult. Asszának mindig olyan, mintha ilyen sírhatnéka lenne, olyan, olyan furán csillog a szeme. Szeme alja. Fura, aggódom érte kicsit. Lehet, hogy mentálisan... Jaj! Hát eső lesz a verseny elején, bazd meg! Hoho, ezt elfelejtettem. Hát nem tudtam. Gyerekek! Ajajajajajaj. Allé, allé. Ez jó lesz így. 43 évesen kínzom itt a versenyzéssel. Durva, hogy csak 43. Hát Alonso 43 éves létére a mezőnyben van még. Üti a box stáb, meg bántják a csapatnál. Hát ezért a teljesítményért verjék is. Tehát azt nézed, hogy van három olyan csoport, ahol ha a papírforma érvényes, akkor tovább tudunk jutni. Welcome to Albert Park. Aha. For the Australian Grand Prix for many years. It was the season opener, but in recent times it fell victim to the pandemic reshuffling. I'm happy to say it is now. Figyeltek, most tovább jután kapnánk esetleg egy mit tudjuk, we're close to Port Phillip for today's race at the 3.28 mile Albert Park circuit. It is very bumpy out there on the surface of the racetrack. 14 corners, some of which were in 2022. We have wet conditions today, so watch out for a safety car. Hát de ahhoz a skótokat kéne megvenni elsőnek, ez meg a másik, igen. Ez nagyon nehéz. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Sergio Perez will lead us away from pole position. Esőben. Max Verstappen lines jó, up jó, alongside. Jó versenynek tűnik. Looking down the rest of the grid, we have Norris, De Palla, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Hülkenberg, Albon, Stroll, Leclerc. Ja, románok ellen tényleg. Teo Pourchaire. Németország fel lenne forgatva rendesen. Sainz, Gasly, Tsunoda, Magnussen, Joe, and Felipe Massa. Lelassul Massa. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. Ennyire fontos a jó autó. Welcome to the commentary box overlooking the circuit. I'm Alex Jakes and joining us for the race today. De Sauberrel egy szinten van az autónk. Hát akkor még, és mégsem tudjuk elverni a... vagy mégsem tudja elverni a Joe-t. To the next level. Now, those final hours before a race, did you have a routine? Mindjárt fejlesztem verseny után a szimulátort. Na, ne okoskodjál itt, hogyha világ. Kemény... Points finished last race. Let's aim to keep that momentum going. Kemény gumikon a komplett mezőny, és esik. Itt mindenki hülye? Hát most mi a szart rakjak én föl? Ez meddig fog esni? Hát ez elvileg fölszárad majd. Tehát most lehetne azt csinálni, hogy lágy, és akkor egyből eső gumi? Ilyenkor nem lehet még átváltani interre sajnos. Ez még... De ezt is pecselték amúgy elvileg. Tehát lágy és eső gumi. Nem gondolom, hogy ez jó lesz. Hát ez nagyon-nagyon fura. Fene tudja, gyerekek. Most úgy kell számolni, hogy olyanok a körülmények, akkor egyből box és inter, és akkor körbe röhögjük a mezőnyt. De az is necces, mert mi van, hogyha tehát folyamatosan száradni fog a pálya eső mellett. Éjvazzeg, ez pont nem lesz interes. Menjünk közepesre, azaz arany középutas. Vagy kemény gumi? Kemény gumi se rossz, és figyeljetek, menjünk az ellenfelekkel kemény gumin, ezt meglátjuk, mi lesz. Ennyi. Kemény gumedli. A
Most az, hogyha beáldozzuk a kemény gumit, az nem egy olyan nagy durranás. Miért ne keménnyel? Dehogy nem. Azzal kell menni, amivel az ellenfelek is mennek. Nem kerülhetünk gumi hátrányba. Hát hogy nézzen az ki? Gumi hőfok, tök mindegy az, hát meleg gumival rajtolunk. Az már könnyen szinten tartható lesz szerintem. Basszus. Aztán lehet, hogy egy pár kör elteltével meg interes lesz a pálya. Atya úristen. Lágy gumival én nem tudnám őket lerázni, hát ez DRS pálya, mindenhol van DRS. 4 darab DRS zóna van. Hát nem látom, amit írtok. Közepes is, aztán kemény, de hogy, mi? Ja, hogy gyorsabbak leszünk? Hát... Ilyen körülmények között igazából szinte majdnem, hogy mindegy. Menjünk biztosabbra, fordítsuk meg a stratégiát. Meg lehetne fordítani akár. Megfordíthatjuk, hogy menjünk a biztosabbra. Így. Csak hogy könnyebben tudunk velük menni elvileg, valamivel. Valamivel könnyebben fogunk. Na, gyerünk. Weather report. That's a decent start. Good job. Okay, not sure whether tries or inters are faster. We're right on the crossover. Van DRS? Nincs mi? Nincs. Nincs DRS, és száraz gumikkal megyünk.
weather report. The radar showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. We're not certain which is the best tyre right now, dries or inters. Ez durva. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Okay, you're doing well out there. Keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. Nem érné meg az Inter. Ez felszállhat hamar. Túlságosan határon van most is a pálya. DRS nélkül legalább sokkal nehezebben tudnak megelőzni. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 7.5 seconds. Make a mistake. Jézusom, hátsó gumik azok meghaltak. Ez egy parádés verseny egyelőre. Remélhetőleg jönni fog majd a safety car valamikor. Ilyen körülmények azért igen csak jöhetne. Keep an eye on that gap ahead, please. 2.8 seconds.
Szia, január. Leforogtak a hátsó gumik teljesen. Drift autót csináltunk ebbe az autóból. Weather report. We anticipate an end to this rain in around 5 minutes. Okay, not sure whether dries or inters are faster, we're right on the crossover. Nagyon nehéz, ez nem lehet kigyorsítani normálisan, megcsúszás nélkül. Ahogy lehet, gumit kell cserélni majd. Ahogy felszáradt a pálya. Tizenkettő és fél másodperce van Russell. Elképesztő. Ezt nemrég előzött meg. Egyre gyorsabbak. Okay, so gap to the car ahead, 0.5 seconds. Approaching the pit window now and you're going to be on hards next time. Okay, so we're leading our teammate by 4.6 seconds. Bazd meg! Csába. Félre néztem. Idióta vagyok! Kanyar közepén nézek félre! Hát komolyan mondom, nem igaz. Nem lehet megnyerni. Akkor előnyt fognak kiautózni, attól félek, hogy mindegy, hát
Hát, ha jön a safety car, itt még jöhet, mert jó a tempó szerintem. A Kanizsa Express, baszki. Pedig ez a barom Hamilton le is törte a szárnyát. Végtávon belénk rongyolt. A Porsche is letört a szárnyát. Pedig itt az Interrel lehetett volna egyet kaszálni. Hát lehet, hogy megérte volna az Inter. Ah! Oké, okay. Nem. Ez eldőlt. És föloldják a DRS-t. Ugyanúgy esik az eső. Hát így akkor nem sok esélyünk lesz sajnos. Ez a mamlasz. Jól tudálok. És kijöttek a boxba. Mi? Ez mi? Ezek mit csinálnak? Bejöttek a boxba? Mi van? Miért? Ilyen korán? Kettő kiálláson vannak? Bazzeg, hát akkor van esély. Kör vége box. Hát, okay, még van. Mutam. Weather report. Dry has definitely seemed like the fastest tire at the moment. Okay, pit in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if you exceed it. Keep that in mind as you approach. Ijjjj, bazd meg, és a fű! Ezt nem hiszem el. Hát ez... Itt komolyan én... The car behind you's just come in for the hard tires. Car behind, running hard tires. Amikor meg végre van lehetőségünk elérni a jó eredményt, akkor meg nem érünk vele. Mi már ez? Mi is érdemeljük meg. Ez egy vicc. Okay, go, go, go! Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ez egy vizes még. Majd safety card. Mi safety card. Elfogyott.
Green flag. Ezen a pályán sokat szoktak hibázni az ellenfelek. Hát most hol vannak ezek a hibák? Nagyon keveset látom őket hibázni. Experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Driver in front. Magnussen's ahead of you. And gap to the car in front. 4.5 seconds. Okay, they're on fresh hards. Their tires are just one lap old. We think they've got one more stop. Yeah, box on that big. That's kettő kemény gumiak van ezek szerint. 0.3 seconds. Végén lesznek ők durvák. Hát most pontszerző hely szerintem meg lehet még, nem? Épp hogy egyszer nagyon. Got a lot of spare energy. Okay to use your overtake button. A mező nagy része szerintem kettő kiálláson van. A Red Bullok nem tudom, mi a szart kavarnak. Ők szerintem egy kiálláson lehetnek. Remember to play around with ERS modes in your MFD if you need to. ERS is running a bit low. Look into changing your ERS mode in the MFD for a more conservative burn rate. Or you might want to try some lifting or gentle braking to recharge. Okay, gap ahead, 3.0 seconds.
Piastri has just set the fastest lap of the race. Aston box. No need to worry about the tire condition for now. Everything's looking good. De bazzeg, ez hogy a picsába? Ez komoly? Na hát ez egy de egy rendkívüli helyzet. Hát mondom, itt lelassít a patkány, nem? Most való életben mi van ilyenkor? Ez egy rendkívül érdekes helyzet. Azt a mindenit. Nagyobb ívbe kellett volna. The car ahead's come in to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Okay, gap to the car in front, 1.7 seconds. Teammate ahead, 1.5 seconds. Fight other cars, check out the ERS mode overtake in your MFD. It's really effective but drains quickly. Over to you. Maneuver. You made it look so easy. Here's some information on Tsunoda. Nem bírta földolgozni. Okay, they're out of this race. Verstappen's just put up the fastest lap of the race so far. Caution, caution. Green flag, we're racing again, let's go.
Okay, Felipe is in the pits. Felipe's in the pits now. Mindenki boxolt. Tuti vannak még akik nem, nem? Hogy mindenki? The car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Okay, gap to the car ahead, 2.2 seconds. Azt a kurva. Baszd meg! Ezt nem így akartam. Ez meg de szállalmas. Adtam neki egy DRS-t. Istenem. Egyszer megcsúszolok, utána egyből jön a másik. Okay, let's try and get those places back. Hihetetlen, hogy mellé ment az a verseny. Gap to your teammate behind, 21.0 seconds. Green flag. Valaki ott elrontotta. Tire condition still looking good. Őket még itt talán elkaphatjuk. Bár nem sok értelme van, de hát ha még valaki kiesik előlük, abban bízom.
battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Okay, we've lost a position, that's us down a place. Köszönöm szépen, Bizsi. Okay, so we're leading our teammate by 22.1 seconds. Final lap. Push.
Gászin, amúgy itt hoztunk az utolsó pillanatokban, ami? Nagyon jövünk rá, baszki. Rengeteget hoztunk. Valószínűleg lehet korábban kellett volna megelőzni Albon, nem? Hát gyerekek, hát az időjárás nagyon bekavart. Itt most... Jó, én is benne voltam. Tény és való. Nagyon hülye voltam, hogy itt megforogtam. Egy agyhalott. Ilyen butaságot csinálni. Kanyar közepén, amikor centizik el a gázzal, mindennel, így pillanatra félrenéztem a csetre. Mi volt ez? Hihetetlen. Tényleg. És ez bőven elegendő. Meg akkor az időjárás is betett, durván betett. Hát így van, Gergő. Ez nagyon szar volt. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work. Urattuk amúgy az autót, tehát most azt csináltunk vele, amit akartunk. Most így nyilván csúszkáltunk, mint az atom, nem úgy értem, hogy akkor miért csúszkáltunk, ugye? Jogosan föl lehetne tenni ezt a kérdést. Én úgy értem ezt, hogy kontrolláltuk a megcsúszásokat, inkább így a helyes. Szia Tusi, jó reggelt neked is. Á, de hogy bizsi. Igen, van Jolánka? Nyúl, hoppá. Ki ez a Jolánka? Jó csaj? Megint nulla pont. Nem baj, jók vagyunk, jó lesz ez. Ez egy jó kis szezon lesz, úgy tűnik egyelőre. Van keresnivalunk. Hát az meg a másik, hogy 70 fokos volt az első tengelyen lévő gumi, így van. Our running costs are significantly less than the income we're pulling in. I suggest we start looking for opportunities to spend that profit margin. Kaptunk pontot? Várjál, valamit itt néztünk, ugye, hogy valami 1085, basszus, 15 pont kéne még. Aj, bassz meg. Ez komoly. Ja, és elsőn fogunk fejlesztési pontokat kapni. A büdös mindenit. Akkor mit fejlesztünk, várjál. Ez pont megjön ki, nem, ez nem jön, vagyis megjönne, de nincs rá pont. Erre sincs. Kínára és új elosztás. Aha. És új elosztás. Ez durva fejlesztés nagyon. Toljuk meg. Toljuk meg. Nem már, Bisi. Zsuzsa. Nyolc van fejlesztési pont. Ja, Zsuzsa, bocs. 6.500.000 dollár. Ez mire elegendő? Semmire. Hármas szintet kéne elérnünk, de hát ahhoz nagyon sok kell. Úha. És lassan, bizony, kelleni fog. Hát most itt még, ezt mondjuk még le tudjuk gyártani. Ezt is. Ja, hát azért úgy elvagyogatunk végül is. Elvagyogatunk. Hát... Csak azért, hogy közben azért lehetne gyorsítani itt a fejlesztési pontokon. A gyárfejlesztéseken 40 ponttal kapnánk többet, az nem egy nagy dur. Hát ha hosszú távon gondolkodunk, akkor azért az számít. Számíthat. Ajjajjaj. 2.800.000, az sok. És
és akkor még igazolunk egy másik pilótát is, vagy másik pilótát, hülyeséget beszélek. Masszát itt kell tartani, az 5 millió. Ez sok, sok pont a büdös életbe. Itt is kell már a 3-as szint. Oda még nem kell. Oda sem kell. Hát most ezeket mire lefejlesztjük, elmegy egy 10 nagy díj biztos. 10 nagy díj tuti kelleni fog. Úgyhogy... meg lehetne próbálni. Meg lehetne próbálni. Egy ilyet. Meg egy ilyet. És akkor egy 80-nal több fejlesztési pont jönne hetente. Azért az nem olyan szar. Ja, na nézzük a fejlesztéseket, hogy mennyit hoztak. A ballaszt kiderült-e már, hogy van-e vagy nincs? Hát, passz. Ez még nem derült ki. Még nem derült ki, hogy most van-e vagy nincs. Hát óriási, megint mennyit fejlesztettek az ellenfeleket, ez elképesztő, ez komoly. Hú, bazd meg, hát így nem lesz ez annyira jó. Azért ez elég durva. Az élmezőnyön hoztunk Red Bullon, Mercedesen, az fix. Én úgy gondolom, vagy hoztunk erre a nagy díjra fejlesztést? Lehet, hogy nem is hoztunk. Meg ezek a fejlesztések, amik készülnek, ezek gagyik. Hát ez semmi. Bazd meg. Hát alig lépünk előre ezekkel. Csessze meg. Hát ez lófüttyöske. Ó, sajsze. Hát esetleg ez a motorerő növelő, ez jó jöhet. Ez nagyot fog dobni azért. Első helyre repít. Jelenállás szerint. És elég olcsó. Hát... ja, lehet, hogy spórolgatni kellene itt most, gyerekek. Bizony. Megint oda berakja a váltót, idióta barom. Na jó, gyerekek, innen folytatjuk holnap. Egész pontosan holnap, hát le kell tolnunk legalább 3 nagy díjt. Hogy is lesz holnapi nap? Ja, vasárnap van. Basszus, valamiért hétfőre gondolok mindig. Egy Japánt le kell tolni, Kínában ott még sprint is lesz, és akkor azt mondja, hogy 15 óránk lesz letolni 2 nagy díjt. Hát... még 2,5 nagy díj, és akkor az úgy lesz, hogy 15 óráig 2,5 nagy díj lemegy, Japán, Kína, Miami-ból amennyit tudunk, és akkor Miami meg Forma 1 kibeszélő előtt lesz letolva, meg Forma 1 kibeszélő után. Így elválasszuk a kettőt körülbelül. És akkor 15-től 17-ig F1 kibeszélő, 17-től meg ilyen 18 óráig, 18-30-ig Miami nagy díj, és akkor 9 órától, 21 órától meg EB kibeszélő lesz. És akkor az EB kibeszélő meg az F1 24 között nem lesz adás, pihenés lesz. Készülök, hát nekem azért vannak itt mindig dolgaim, úgyhogy annyira nem fogok unatkozni, úgyhogy arankát el kell verni, meg ilyenek, tudjátok, szokásos dolgok. Milyen 8-kor kezdés, Gergó? Jól vagy, apukám? Nagyon furán viselkedsz. Most meg megy a mérkőzés. Ezt nem tudom, Szotyi. Lövésem sincs. Portugália 2-0-ra vezet a törökök ellen. Pff. Ajaj. Ajaj. Szegény törökök. Gyengék nagyon? Vagy mi történik a meccsen? Valaki nézi? Basszus. Mondjuk törökök másodikak lesznek így is. Hát utolsó fordulóba kell majd tőlük egy... csehek ellen mennek majd a törökök. Jújj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 
nagyon, az egy szívós csapat, rendkívül ilyen. Igen, hát igen.
második gól öngól volt? Visszanézem, fél időt majd nézem úgyis, vagy már fél idő megy? Hát akkor pont be, jókor csatlakozom be, szerintem tuti ismétlik. Kacok! Egy szónak is 500 a vége, megyünk. Holnap találkozunk úgyis. Az mindegy, White, hát most előfordul. Ez a csehek, azok mindig jók szoktak lenni, ez a szívós csapat, nagyon vigyázni kell velük. Egy meccs alapján nem szabad ítélni. Se kettő. Jó éjszakát mindenkinek, kacok! Jó szurkolást, jó estét! Köszönöm mindenkinek a követéseket, támogatásokat. Érezzétek jól magatokat, amennyire csak tudjátok. Holnap megfolytatjuk a menetelést. Remélhetőleg nagyobb sikerrel. Mert a mai nap az kicsit olyan langyika volt. Voltak jó villanások, csak hát azokat le kellett volna csapkodni, ugye, egytől egyig. Na hát nem baj, majd holnapra főszívom magam. Legyetek jók, skacok. Vigyázzatok magatokra. Szervusztok. Pápa mindenkinek. Hello, hello.